Sziasztok, üdvözlök mindenkit, jöttem nektek megint egy gyors vloggal, a komoly elmaradásba vagyok önmagamhoz képest, ugyanis hát az új metódus szerint ugye minden Twitch live-ot le kell töltenem a gépre, föl kell darabolnom, vissza kell töltenem Youtube-ra, és utána részenként ki kell töltenem a részeket, és ez egy darabig tök jól ment, aztán egy idő után elcsúsztam vele, mint az állat, de tényleg brutálisan. Úgyhogy, ja, most itt ülök így, hát most már évfél van, már két órája, semmi más nem csinálok, csak videót, vagdosok, letöltök, darabolok, feltöltök, és még az adatkitöltéssel sehol nem tartok. Úgyhogy próbálom magam igencsak nagyon utolérni, csak közben kezd fogyni az energy, a némi, némi energetikai problémákkal küzdök, mert hogy live-ból konyhába, konyhából live-ba, ide-oda szaladgálok. Egy kicsit, kicsit túlvállaltam magam, úgy érzem így az elmúlt időszakban, ami egyébként nem probléma, hogy ilyen nagy hévvel belevetettem magam ebbe a tweet streamingbe, de mindenképpen, mindenképpen azt mondom, hogy legyetek türelmesek az adások felvételeinek megjelenésével kapcsolatban. Ahogy tudok próbálom pótolni, és uh, ahogy tudom feltölteni, úgy töltöm föl, ahogy tudom kitölteni, úgy töltöm ki, és értelemszerűen kitöltés után tud csak megjelenni. És ezt próbálom nem úgy csinálni, mint a múltkor, amikor is hajnali egykor jelent meg még epizód, úgyhogy uh, ja, uh, próbálom ilyen emberi időre korlátozni a tevékenységemet, most éppen nem nagyon sikerül. Uh, igazából véve, igazából véve néhány, néhány, ilyen kreatív hobby projektem volt, és ezzel elmentek egy kis idő, egy pötö, piti, pitlike, idő volt olyan, amikor hajnali ötkor feküdtem le, de tízkor már adásba voltam, és hát ez egy kicsit mondom az energetikai szintemet lecsökkentette, így délután már nem bírok azonnal nekiállni minden adást letöltögetni. Egyébként meg minden baromi lassú, tehát hogyha véget ér az adás, és a twitch rányomok arra, hogy az adást le szeretném tölteni, akkor majd letöltöm egyszer, már hogy így azt mondja, hogy most akkor feldolgozom, aztán majd ha feldolgozta, akkor letölthetem. Uh, tehát, hogy olyan csúszások vannak ebben, hogy uh, így simán el tudtam maradni, így a mai este is sikerül, vagy 4-5 adást letöltenem a Twitch-ről, hogy ezt még darabolni és feltölteni kell. Aztán fölmentem YouTube-ra, ahol hú, meg nem töltöttem ki az adatait már az előző kettőnek se, szóval így brutális, brutálisan le vagyok önmagamhoz képes maradva. Uh, mivel, mivel mm, értelemszerűen nekem nincsen fizetett bérrapszolgám, na fizetés adjuk, a, szóval a, a lényeg az, hogy nincsen, nincsen bérrapszolgám, aki ezt helyettem megcsinálja, és nekem csak a tartalommal kelljen foglalkozni, ezért gondoltam, hogy gyorsan elmondom nektek, hogy ami késik nem múlik, legrosszabb esetben, Legalább szombat-vasárnap nem live mert lehet, hogy akkor videókat fogok feltöltögetni, meg vagdosni, de hát valamikor utól kell érni magamat, nincs mese, Úgyhogy, ja, hát most készüljetek fel arra, hogy próbálok dömpingben feltolni még ilyen régi live és igen, folytatódik az Oxygen Not Included, folytatódik a Settlers, érkezik még a, a, mostanában új játékok, az én remek, csodálatos Forma 1 nyomorékságom, meg az abszolút egyébként sikerélménnyel megkecsegtetett FIFA 22 is, úgyhogy Ja, hát így lesz tartalom itt a Youtube-on is, csak amikor, amikor, ilyen mindenfélét csinál az ember, akkor egyszer, egyszer, csak azon kapja magát, hogy bakker, el, elaludtam egyszer, meg fáradt voltam még egyszer, és úristen már három napnyi adást kell föltölteni. Szarajta vagyok a történetem. Ha viszont élőben akarjátok követni, akkor természetesen a Palafanatikus Twitch csatornára föl tudtok bármikor galoppozni, és akkor ott tudtok engem élőben követni. Általában ilyen 10 óra magasságában van a tervezett kezdés, de még nincsen mondva, hogy minden nap 10 óra, mert például ma is 11 jött össze, Kicsit későn keltem, mert fáradtabb voltam, és nyugodtan megkávéztam, mielőtt leültem előadást csinálni. 11-kor így is elkezdődött, de azért mm, mindegy. Szóval így vannak fennakadások még a rendszerben. Nem, nem, tudom, nem tudom, hogy mi az, amit bírok, vagy mi az, amit nem bírok egyenlőre. Úgyhogy most megpróbálom a határaimat feszegetni ezen a téren, az időbeosztás, az élőadások és az utófeldolgozás terén. Már amellett, hogy persze élek, meg csinálom a dolgaim, Úgyhogy ja, kis türelmeteket kérem, és minden fel fog kerülni egy idő után, mert hogyha kell, akkor behúzzuk a kéziféket, és rövidebb live-ot tartunk maximum azért, hogy legyen délután még idő milyeneket csinálni, hogyha nem bírom magam utolérni soha. Úgyhogy... Ja, egyébként mindenkinek jó szórakozást az adásokon, illetve a YouTube videókon, ha bárkinek bármi kérdése, óhaja, sohaja van, akkor a komment szekcióban megteheti, mert az van a YouTube-on, a, YouTube a Twitch-en meg nincsen komment szekció a videókra, meg egy idő után el is tűnnek, azt hiszem, hogy két hét... A, a két hétnél több lemaradást nem szabad összehozni, ez biztos, mert akkor már nincs esélyünk letölteni semmit. Úgyhogy jó, hát én itt tartunk, ülök itt éjjel, a jelen pillanatban van egy vágóprogramom, ami éppen vág egy videót, meg van egy feltöltésem, ami éppen feltölti még az előző kupacot, úgyhogy ja, próbálok, itt, próbálok itt megszakadni és haladni a dolgokkal, de elég nehéz, megy, úgyhogy ez van, meg a bárányfelhők, azért legyen vlog is, meg életjelet is adok magamról, aztán mindenki eldönti, hogy ezért mennyit dolgozik egy streamer. Én most egy kicsit többet a kelleténél úgy érzem néha, de viszont élvezem. Tehát ez is valami. Na, hát további szép valamit, amikor megnézitek, napszaknak függően helyettesítsétek be, legyetek rosszak, sziasztok!